Az Adrenalin XL izgalmas futballkártya gyűjtőjáték a mostani idény összes játékos. A valódi mérkőzésekhez hasonlóan a cél, hogy több gólt szerezve legyőzd ellenfeled. Kövesd ezeket a szabályokat és tippeket, így pillanatok alatt profivá válsz. Gólt úgy szerezhetsz, hogy a kártyád egyik pontértékét összeveted az ellenfeled kártyájának megfelelő pontértékével. A támadó pontszámot a védőhöz kell hasonlítani, a középső pontszámot pedig a középsőhöz. A magasabb pontszámú kártya gólt szerez, és a nyertes a következő menetben kezdhet. Egy mérkőzés során minden kártyát csak egyszer lehet felhasználni. Állítsd össze a csapatodat! Az Adrenalin XL játék első lépéseként 14 játékosra lesz szükséged. Válasz ki 10 mezőnyjátékost, egy kapust és 3 cserét. Kártyáid segítségével állítsd össze a lehető legerősebb csapatot. A pálya minden területére legfeljebb 5 játékost állíthatsz be. Ha megvan a csapatod, döntsd el, hogy milyen felállásban fognak játszani. Például 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, stb. Próbálj olyan felállást választani, amely legjobban illik játékosaidhoz. Ha sok jó védőd van, inkább defenzív felállást válasz. Ha kiváló csatáraid vannak, válasz támadó felállást. Indulhat is a játék. Ha mindketten készen álltok, pénzfeldobással döntsétek el, hogy ki kezd. A kezdőjátékos dönti el, hogy melyik pontértéket játsza ki, a támadót, a védekezőt vagy a középsőt. A játékosok legtöbbször a kiválasztott kártya legmagasabb pontszámát választják, de persze lehet taktikázni is. Támadó kártya esetén a legmagasabb pontszám a támadó pontszám. Az ellenfél a kiválasztott kártyának csak a hátoldalát látja, de egy indikátor elárulja neki, hogy milyen értéket választottál. Ha a kezdőjátékos a támadó értéket választja, a második játékosnak a védő értéket kell kijátszania. Megnyerheted a menetet, ha egy magas védőértékkel bíró hátvédet játszol ki. És a győztes? Mindkét kártyát felfordítjátok és összehasonlítjátok az értékeket. A baloldali kártya támadó értéke magasabb, mint a jobboldali kártya védőértéke, így az első játékos gólt szerez. Következő menet. Az előző menet győztese kezdi a következő menet. A második játékos mindig köteles az első választásának megfelelő pontértéket választani. Döntetlen. Ha a kiválasztott kártyák megfelelő pontértéke azonos, akkor a támadó, a védő és a középső pontok összegét kell összehasonlítani. Ha ez az érték is azonos, az eredmény döntetlen, senki sem szerez gólt. Az ezt megelőző menetet nyerő játékos kezdhet a következő menetben. Módosító kártyák. A módosító kártyákkal felturbózhatod kártyáid értékét. Többféle módosító kártya létezik, ezekkel növelheted kártyát támadó, védő vagy irányító pontszámát. Ezzel stratégiai előnyre tehetsz szert, de ne feledd, hogy a bónuszkártyák csak korlátozottan használhatók. Csere. A valódi mérkőzésekhez hasonlóan a cserejátékosok akár az utolsó pillanatokban is eldönthetik a meccsek sorsát. 3 csere lehetőséged van, és minden kör elején a támadók, a középpályások és a védők kiválasztása előtt cserélhetsz. A játék akkor ér véget, ha a kártyák elfogytak, vagy valaki már annyi gólt szerzett, hogy az előnyt a másik már nem tudja maradék kártyáival behozni. Jó szórakozást!